az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az évközi 13. vasárnap előestéjén. A Szent Misét elhunyt Edelényi Iván, felesége Íjász Kornélia és szüleikért ajánljuk föl. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel, méltó lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmasszon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását. Rettegés mindenütt, jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallnak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vessék és szívek vizsgálója vagy,
Engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeiként a halál. Így a halál minden ember osztály része lesz, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja, halleluja.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, a modern kornak a hajnalán felcsillanni látszott az a remény, hogy talán végre beköszönt az a kor, amikor az embereknek többé már nem kell félnie, mert a technikának a vívmányai leküzdik azokat az okokat, amelyektől a korábbi generációk tartottak. Ez a remény sajnos nem igazolódott be. A mi korunkban is számtalan félelem, aggodalom tölti el mind a hívő, mind a nem hívő embereknek a szívét. A jövőtől, a létbizonytalanságtól való félelem. A betegségek és a járványok miatti aggódás. A közbiztonságnak a nyomasztó helyzete. A terrorizmusnak a fenyegetése. Vannak, akik a migráció miatt félnek. A klímaváltozás és annak következményei is aggodalommal töltenek el bennünket. Félelemre adhat okot a közerkölcsöknek a rossz állapota. Nem függetlenül attól, hogy a vallásos hit, minthogyha a világ számos országában visszaszorulóban volna. Vajon mit tud felelni a kinyilatkoztatás ezekre a félelmeinkre? Az első keresztény generációkat is számos aggodalom, félelem töltötte be, amikor Máté evangélista megírta az evangéliumát, akkor fölidézte Jézusnak azokat a szavait, amelyeket Jézus a hegyi beszédben mondott. Jézusnak a útmutatásai a következők, hogy ne féljetek az emberektől, mert semmi sem marad rejtekben, mindenre fény fog derülni. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják elpusztítani, hanem inkább attól féljünk, aki a lelket meg a testet is a pokolba taszíthatja. És végül Jézus a gondviselésre is emlékeztetett. A mennyei atya minden szál hajunkat számon tartja. Kedves testvérek, ezek az útmutatások
vajon mennyire tudnak bennünket segíteni. Hiszen mindannyian az életnek számos pillanatában átéljük a félelemnek az érzését. Az, hogy hívő emberek vagyunk, nem mentesít bennünket ezek alól. Az Úr Jézus nem volt félős típus, bátran szembeszállt a kihívásokkal, elébe ment a bajoknak, fenyegetéseknek. De mivel neki is valóságos emberi természete is volt, a rettegést, a remegést ő is áttérte a Getsemáni kertben, egészen odáig menően, hogy vérrel verejtékezett. Tehát a félelem egy természetes jelenség, az a célja az élő világban a félelemnek, hogy óvjon bennünket a veszélyektől. De amire törekednünk kell, hogy a félelmünk ne legyen túlságos, aránytalan. Egy kis tanító elbeszélés szerint volt egy szegény emberke, aki egy viskóban élt, egy nyomorúságos kunyhóban, ott üldegélt a kunyhó előtt, és aztán arra járt egy turista, és barátságosan megkérdezte, hogyan áll a gyapotnak az aratásával? Sehogyan, hangzott a válasz. Félek a kártevő tetvektől, és ezért nem ültettem. Mi van a gabonával? Hát féltem a szárazságtól, és azért azt sem vetettem. Mi van a burgonyával? Félek a bogaraktól, azért azt sem ültettem. Mit ültetett akkor? Semmit, hangzott a válasz. Így nyugodt vagyok, és nem kell félnem semmitől. Kedves testvérek, ez a tanmese egyértelműen szemlélteti, hogy milyen veszélyes az oktalan félelem, a kockázat vállalásnak a hiánya. Hogyha az első apostolok, Pál és a társai nem vállalták volna azokat a kockázatokat, veszélyeket, amelyek az ige hirdetésből adódtak, akkor nem jutott el volna hozzánk sem az örömhír. Egy alkalommal megjelent, azt hiszem a Magyar Kuriron is ez a kis vicces összefoglaló, hogy plébániai újságokból összeszedtek híreket, amelyek valahogyan komikusan hangzanak, ezek között volt a következő is. A plébániának a hittan termében önbizalom erősítő tréninget tartunk. Bejárat a hátsó kis ajtónál, az elrejtett kis ajtón lehet bemenni az önbizalom erősítő tréningre. Hát mi keresztények nagyon sokszor ilyenek vagyunk, nem vállaljuk a kockázatokat, bezárkózunk a félelmeinkbe, nem merünk cselekedni, és nem élünk a hitnek azokkal a kegyelmeivel, amelyek megerősíthetnék a bizalmunkat, és segíthetnének abban, hogy legyőzzük a túlzott félelmet. Milyen segítséget is ajánlott Jézus a félelmeinknek a legyőzésére? Hát az egyik az imádság. Jézus maga is imádkozott a Getsemáni kertben, és angyal erősítette meg őt, az emberi lelkét, és így vállalni tudta rá váró szenvedéseket. Mi is találhatunk erőt az imádságban. Angyalföldön mesélték el, hogy mekkora rettegés volt a világháborúban a bomba támadás,
akik ott voltak a templomban, az altemplomba menekültek le, és együtt imádkozták a rózsafüzért, és hatalmas erőben részesültek, és nem is esett aztán bántódásuk. A gondviselésnek a védelme az valóságos. Hány és hány ember tapasztalta meg közülünk is a gondviselésnek a váratlan közbeavatkozását. Jézus nem ígérte azt meg, hogy semmiféle bántalom nem érhet bennünket, hanem úgy fogalmazott, hogy a verebek közül sem eshet bántódásna, egynek sem atyátoknak a tudta nélkül. A mennyei atya kezében tartja a sorsunkat. Kedves testvérek, tehát az egyik eszközünk a félelemnek a legyőzésére, az imádság, akár egyénileg, vagy még inkább, hogyha van erre mód, akkor közösségben. Aztán egy másik eszköz, amit Jézus a rendelkezésünkre bocsátott, a szentségeknek a kegyelme. Amikor fölkeresem a kórházban vagy a magánházaknál a betegeket, akik a földi életből való eltávozásukra készülnek, nagyon sok aggodalom tölti be a lelküket, félelem tölti el őket, de amikor megkapják a betegeknek a szentségét, vagy az oltári szentségben részesülnek, akkor ezek a félelmek elillannak. Boldogság árad el az arcukon, mert tudják azt, hogy jó kezekben vannak. Nem történhet velük semmi rossz, mert bocsánatot nyertek a bűneik, és a mennyei atya szeretettel várja őket. Többen még a betegségből is kigyógyulnak, vagy meghosszabbodik számukra az itt tartózkodásnak az ideje. Az ókeresztény korban nagyon sokan voltak, akiket a hitük miatt bebörtönöztek, fogságban voltak, és ilyenkor az egyház mindig megszervezte azt, hogy eljusson hozzájuk az oltári szentség. Elment hozzájuk a diakónus vagy akolitus, vagy akár még fiatalokat is beszerveztek, hogy kerüljék a feltűnést, és így juttassák el számukra az oltári szentséget. És ezek a keresztények, akik a vértanúságra készültek, erőt kaptak, és nem inogtak meg a hitükben, mert a szentségeknek a kegyelmében részesültek. Ugyanígy kapnak erőt az oltári szentségből a betegek is. És végül van János apostolnak egy különös mondása, amikor azt mondja, hogy a tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben. Hát ezt a tapasztalat is igazolja, hogy a szeretet, a szolgálat is kiemel bennünket a félelemnek az érzéséből. Mert hogyha másokkal foglalkozunk, nem a saját félelmeinkkel, akkor nincsen időnk arra gondolni, hogy milyen aggodalmaink vannak. Roger Schütz a második világháborúnak a vége felé alapította meg az első társaival együtt a Franciaországban a kis közösségét, és nagyon sok menekült érkezett arra a vidékre a háború okán, és őket felkarolták, élelmiszert gyűjtöttek a számukra, és így Roger Schütz és a társa is megtapasztalták azt, hogy a gondviselés szemmel tartja őket, kiemelkedtek a félelemnek az érzéséből a szolgálatok miatt is. Kedves testvérek, az Úr Jézusnak a tanítása, az imádság, a szolgáló szeretet és a szentségeknek az ereje segítsen bennünket abban, hogy le tudjuk győzni azokat a félelmeket, amelyek gyötörnek bennünket. És így
tanúságot tegyünk arról, hogy Jézus valóban a világnak a megváltója. Az ő szavai, hogy ne féljetek, hitelesek, tudjunk tanúságot tenni erről az örömről, erről az üzenetről. Amen. Valljuk most meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten megsegít és gondoskodik rólunk. Forduljunk hozzá bizalommal. Addurunk, hogy az egyház bátran hirdesse és vallja meg az evangéliumot az egész világ előtt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Addurunk, hogy a kegyelem túláradása megfékezze a világban a bűn hatalmát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Addurunk, hogy a betegek és a szenvedők kegyelmedből erőt és vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Addurunk, hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek róla tanúságot az emberek előtt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Addurunk, hogy elhújt szeretteink minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add meg elhújt szeretteinknek, Edelényi Ivánnak és felesége Íjász Kornéliának, hogy találkozhassanak veled, és a mennyben örökre láthassák fényességedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, virágosíts meg kegyelmeddel hívő népedet, hogy mindennél többre becsüljük a lélek örök értékeit, Krisztus, ami Urunk által. Az Isten, minden.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el szent fiad engesztelő és dicsérő áldozatát, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy a nép, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazoktól, akik irgalmatban bízva távoztak el a virágból. Bocsásd őket szent színed látására.
Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a virág kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán fölbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Tested és véred áldott tápláléka megújít minket, Urunk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, aki ezt is uralkodol, mindörökkön, örökké. Plébániánk hirdetései az évközi 12. vasárnapon. Az iskolás gyermekek és fiatalok tanévzáró hálaadását, a Te Deumot a holnap reggeli szentmisében tartjuk meg. Barabás Gábor elvégezte az idei második kaszálást a temetőben. Köszönjük gondos munkáját. A járványügyi szabályok további enyhítésével a maszkviselése már nem kötelező a templomokban. A kellő elővigyázatosság azért a továbbiakban is tanácsolt. Heti ünnepeink. Hétfőn Nolai Szent Paulinus püspök, valamint Fischer Szent János püspök vértanú és Mórusz Szent Tamás vértanú emléknapja, szerdán június 24-én Keresztelő Szent János születésének főünnepe, egyben templomunk búcsúnapja, szombaton Szent László király ünnepe lesz. Templomunk búcsúnapját, Keresztelő Szent János születésének főünnepét jövő vasárnap tartjuk meg. Kedden délután 4 órától egyházközségi cseresznyeszedő estet rendezünk a plébánia kert alsó részében, az öreg cseresznyefánál. Szeretettel hívjuk a családokat, templomunk önkéntes segítőit és munkatársait, és mindazokat, akik szívükön viselik plébánia közösségünk ügyét. Hozzunk magunkkal gyümölcsös kosarat vagy edényt, és aki tud, létrát. Szombaton, június 27-én este 7 órakor Gál Péter népművelő vetített képes előadást tart templomunkban. Üdvözlégy kegyes Szent László király, a nép szívében élő hős címmel. Közreműködik Fiszle Antal Sebestyén. Vasárnap, június 28-án este 7 órakor a templomban a Kecskés Együttes, Szent János és Szent Iván régi zenei koncertjeit hallgathatjuk meg. A polgári év feléhez érkeztünk. Aki még nem fizette be egyházi hozzájárulását, adóját, ne feledkezzen meg róla. A szentmisék rendje. Holnap vasárnap reggel 9 órakor elhunyt édesapáért. Délelőtt 10:30-kor elhunyt Molnár Béláért. Este 6 órakor elhunyt Mártáért lesz a szentmise. Pénteken este 6 órakor hálaadásul. Jövő szombaton este 6 órakor elhunyt családtagokért, továbbá hálából, továbbá elhunyt Bánó Lászlóért. Jövő vasárnap reggel 9 órakor elhunyt Őri Lászlóért, szüleiért és testvéréért. Este 6 órakor elhunyt Szatmári Lászlóért, felesége Pap Kláráért, szüleikért és testvéreikért lesz a Szent Mise. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, járjatok békességgel!